Kurdon már végéhez közeledik a polgármesteri hivatal felújítása. Az energetikai fejlesztés az önkormányzat pályázati forrást talált, valamint saját költségvetéséből felújította a tetőt, az épület körüli járdát, valamint mozgáskorlátozott feljárót építetett. Nagyon fontos szempont volt a tervezésnél, hogy az épület 110 évvel ezelőtti megépülésekor elkészült homlokzati díszeket, valamint a vakolat színét megtartsák. Maga a pályázat, ami egy topos pályázat volt, és topos energetikai pályázat, időre elkészült, május végén befejezték a munkálatokat. Szerencsére a kivitelező a pandémia miatt nem késlekedett, tehát folyamatosak voltak a munkák. Elég sok rétű volt a dolog, mert az épület külső szigetelése, valamint a födém szigetelése történt meg ebben a munkában. Az épület külsejét az 15 cm-es szigeteléssel, a födémet pedig 30-al takarták be, ami nyilván tehát nagyon nagy megtakarítást eredményezhet, ezt nagyon várjuk. Egy kisebb átalakítás történt a fűtésrendszeren, ami szintén energetikai javulást mutathat majd. További pályázatai közül is több sikeresen szerepelt, megvalósításuk folyamatban van. Egyik már 2 évvel elnyert pályázatunk a LEADER faluszépítés programban, a falu központjában tervezünk egy kisebb, főképpen térkövezést és növényesítést. A másik pedig a Magyar Falu programban nyertünk 5 millió forintot járdaépítésre, ami a Petőfi, a Zadi és a Táncsics teret érinti. Ez megközelítően olyan 580 méter hosszú járda. Ennek az előkészületei már megtörténtek, megvásároltuk az anyagot egyébként mindkét pályázathoz, és nagyon lázasan keressük a vállalkozót, aki elkészítené, de úgy tűnik, hogy most jelenleg ebben a nyári időszakban minden vállalkozó tehát teljesen betelt a munkákkal. A közbiztonság növelése érdekében az önkormányzat térfigyelő kamerarendszer kiépítésén dolgozik. Évek óta problémát jelentett, hogy nyilván nagyon serény KMB-s rendőreink vannak, de tehát ők azért a nap 24 órájában és a 7 napján nem lehetnek mindig jelen. Ezért gondoltuk és már terveztük évek óta, hogy megvalósítjuk ezt a kamerarendszert, ami az idei évben megvalósulhatott. Segítette ezt ennek a megvalósítását az, hogy nyertünk egy uniós pályázaton ingyenes Wi-Fi, vagy ez a Wi-Fi for EU pályázat, és ez, tehát ebben a pályázati rendszerben ki tudtunk építeni 12 ingyenes Wi-Fi elérhetőségi helyet a településen, és ennek a rendszernek a segítségével kamerákat is telepítettünk. Jelenleg 9, de véglegesen 12 kamera fog működni. Jelenleg még az EON-nal az egyeztetések folynak arról, mert a visszalevő 3 kamerát azt közterületen álló villanyoszlopra fogjuk felszerelni. Az óvodások is részesülnek a jóból, ugyanis az udvaron lévő játékok is biztonságosabbá válnak. A faluban pedig az összefogás erejével új játszótér épül. Az óvodánkra is nyertünk 5 millió forintot. Ott az udvaron van egy régi épület, egy babaháznak nevezzük, ezt szeretnénk felújítani, legfőképpen azért, mert sajnos a mai napig ennek a tetején pala tető van, amit szeretnénk most már nem a gyerekek közelében tudni. Ennek a pályázatnak még egy kiegészítő része, hogy a hintateret be tudjuk vonni gumiburkolattal. Előzőleg homokos volt, és hát elég sok problémát okozott ez a gyerekek a kis zokniukban, meg a cipőjükben nagyon sok homokot behordtak az épületbe, ezt próbáljuk ezzel a gumiburkolattal megelőzni. Jelenleg a legbüszkébb az összefogásra vagyok, ugyanis közös erővel az Iskoláért Gyermekekért Alapítvány és az önkormányzat anyagi összefogásával és a település apraja nagyjának támogatásával egy játszóteret építünk.
Most már elmúlt héten a harmadik hete, minden pénteken a játszótéren gyülekezünk, és ott építjük a játszóteret természetesen szigorúan megadott tervek és engedélyezett tervek alapján. Azt gondolom, hogy az összefogás és az emberek egymás segítése a legfontosabb.